Az új Tops Mecsetax termékeket megtalálhatjátok a collecto.hu webshopban. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Kárcón. A mai videóban pedig egy különleges multipakot fogok kibontani, ami itthon nem is elérhető, kizárólag a collecto egy mega multipak. 60 kártyás, óriási nagy multi, de nem is a 60 kártya lesz az igazán királyság, hanem a 3 Plus Gold Limited Edition, hiszen az egyetlen egy rész, amivel nem állok jól ez az albummal, ami miatt várok még a lezárásra, az bizony a limited edition-ök, Bár nagyon-nagyon duci az album, szinte az összes kártya megvan, de mégis a limitedekkel borzalmasan állok még mindig. Úgyhogy itt remélem, hogy ez a 3 Plus limited, ez olyan lesz, ami nekem hiányzik. Nagyon királyul néz ki, a design tök jó, pakokból van egy csomó, van ugye a rózsaszín kis plusz pack, hátulján egy kis reklám, hogy milyen fémdobozok vannak, ugye nagy, kicsi, a nagyokba lehet mezdarabos, ahogy ezt videóban ki is bontottam, de már lassan ennek a Tops Mecsetax bajnokok ligájás, Európa ligás, konferencia ligás setnek a végére érünk, hiszen most már az átigazolások se passzolnak. Ahhoz majd az új extra kiadás lesz a jó, na az, az nagyon durva lesz. Van ilyen X kártya a, a shield helyett, őrület. Na majd megnézzük azt is. Azért is gondoltam, hogy ez gyorsan bontsuk is ki. Nézzük meg, úgyhogy nem is szövegelek. Aztán majd lezárjuk ezt az albumot, hiszen az extrahoz új album járt. Ó, de jó, csörög, zörög. Fantasztikus. Na, szedjük ki a pakkokat, a lényeget, ezeket pedig elrakom oldalra. Itt is vannak, ott a rózsaszín pak. Ú, már most, már most kapja a standet, mert tudom, hogy ebbe lesznek az ultra brutál kártyák, és akkor itt vannak a sima csomagok, ebből is négy, nem, öt darab, úgyhogy ez egész király még rajta van, aki ugye azóta bajta a focit, egészségügyi okok miatt 12 kártyás pakkok, úgyhogy ez azért adhat még boostot azoknak, akiknek nincsen ennyire fullan tele az albumja. Nézzük is meg, én azt mondom, hogy bontok egy csomagot, hát ha lesz benne valami jó, aztán majd közben valamikor megnézzük ezt a speciális rózsaszín limitedes pakkot is. Nézzük az elsőt. Alkalmazásos kártya. Egy Bowen. Kristáloknak is nagyon örülök egyébként. Evans. Hazard. Munier. Paco Alcácer, majd utána egy Elmas, van itt egy Malinowski, majd egy Calabria, és itt jönnek a nagy ágyúk, egy Kilian Bappi, majd utána egy Gündogan, Hoppári, Sass Virgil van Dijk, és a végére egy Arribas Next Gen kártya, négy darab különleges, köztük volt Mbappé, százklábos, azért ez, ez egyáltalán nem volt egy rossz pak, Noha annyira kiemelkedő, azért nem jött, úgyhogy nézzük a következőt. Né? Oké, okay, és kód. Szuper jó. Juventusos logó, majd utána egy Deron, van itt egy Merino, Sociedad, majd utána Sevilla, logókból most el vagyunk látva, egy Carval, egy Otamendi, Benfikás, egy Jármolenko, majd egy Prát, illetve egy Signature Style Rodrigo, a de jól néz ki. Majd utána Masterclass, korecka, egy Heritage Tiago Silva, nagyon menő ez is, illetve egy Man of the Match. heritage -nek a csillogása az nagyon-nagyon szép, úgyhogy ez jöhet is előre ide, ilyen kicsit ilyen RGB-s effekt. Ezt még megnézzük, utána akkor csattintjuk ki azt a három limitedet. Na, ezt jól eltéptem. Szóval, Krisztál egyenlőre nem jött, ezért szeretném, hogy egy legalább jöjjön. Roger Ibanez, egy Megnán kapus, Gorosebe, rekik, Rekik, nem Hatspur logó, majd utána egy Erik Garcia, van itt egy Fredericks, egy Mendi, majd utána egy Greenwood aláírás, a balhés gyerek, majd egy Defensive Warrior Felipe, Szászklábos Rashford, és Next Gen Kongdé. Jönnek a száz klábosok, kérem szépen, ez ilyen majdnem topmaster szintű kártya, azért nem teljesen, annál egy picit gyakoribb, de egészen menő. Nem sima csomagokkal megyünk tovább, hanem akkor ugye a limitáltal, az aztán maradhat is ott, három kártya van benne mindösszesen, mint három limitált. Na nézzük! Alkalmazásos kártya. Majd utána egy grévenbe, egyáltalán nem rossz, foffána, és a végére egy Verratti. Itt már 5 milliárdszor kinyitottam, de a többiekre én nem emlékszem, elképzelhetőnek tartom, hogy elővesszük a videó végén az albumot, és megnézzük, hogy hogyan áll, be tudom-e tenni őket, nem lenne rossz. És akkor egy pici ízelítőt kapnátok a limitedes részből, csillogás az maximumon pörög ezeknél a kártyáknál, nagyon látványosak. Nézzük meg még ezt a maradék két csomagot, ebből a 60 kártyás multipakból. Oké. Okay. Van itt egy Tiago Alcantara, Fernandinho, Dyer, Ferretti, Red Bull Lipcse logó, Sporting logó, Haller, João Félix, és akkor a különlegesek, Jamie Wardy, majd utána egy okán, a kristál, na végre, szőjöncsű, na végre, jól van, és egy leszteres, ez a Master Prentice, nagyon szuper, ennek örülök, ez, ez király, ez mindenképpen jöhet ide, aztán majd az albumba. Az lesz a durva, azt majd megmutatom. Nagyon, nagyon büszke ők rá is illet, hát ti állítottátok össze a nagy részét az én Krisztál lapjának, elképesztő mennyiségben küldtetek, úgyhogy tényleg látványos lesz ez az az album. Lemár, Kimi, majd utána egy Zabitzer, még Salzburgos, nem Salzburg, hanem simán Red Bull lipcsésmezben. Coates, van egy Henderson, Manchester United, egy Barcelona logó, egy Ziek, egy Nobel, egy Van Bissaka defensív orja, illetve egy nagyon-nagyon szép Asszenyó kapus heritage lap, és egy Man of the Match. Így nézünk ki, tehát az utolsó pakból. Én azt mondom, hogy akkor ezeket itt oldalra is teszem, és akkor nézzük meg az albumnak, oda is lapozok, itt az utolsó oldala, ahol is vannak a Limited Edition kártyák. Na most nekünk van egy tízesünk, egy tizenhetesünk, illetve egy hármasunk, úgyhogy pont az előző oldal. Kell, a hármas jön is oda! Az ajaxos, Erről van szó, nagyon-nagyon örülök, már minden lapnak, amit ide be tudok tenni, őrület jól néz ki így. Ott még van egy lyuk, az pedig a 13-asnál, ezt mindjárt láthatjátok, de ott is van egy lyuk, csak átlátszódott David Silva, ez egy dupla lyuk, és oda jön a tízes, de szuper! Ez, ez nagyon tökéletes! fantasztikus. Nagyon-nagyon jó. Hú, ennek örülök. Veráti az megvan, őt már nagyon sokszor kibontottuk itt van alul. Úgyhogy a vastag albumot be is zárom. Több spoiler nincsen, majd az album lezáró videóban. Viszont ez, ez így nagyon király volt, hogy kettőt ki tudtam lőni a standről. Legközebb találkozunk, srácok, ezt a multit a készletereig megtaláljátok a kollektolnál, album boostra, ahogy mondtam, meg limited boostra, teljesen tökéletes, és látjátok, nekem is bejött, úgyhogy csomó megvan. Legyetek jók, iratkozzatok fel, hogyha nem tettétek volna még meg. Sziasztok!